Készen állsz? Készen állt. Fú, be vagy feszülve, még sose csináltál ilyet, mi? Tehát kamera előtt nem szerepeltél. Nagyon izgulok most. Szevasztok, én Dezső Bencegek, és elkezdtünk a legújabb videómhoz. Itt van valam Kevin. Sziasztok, fiúk, lányok, köszönöm, hogy itt lehetek. Debütálsz a csatornán, mi a helyzet? Na, itt volt az ideje. Na, legújabb track kijött, klippel együtt ráadásul, 3 hete van kint. Mit lehet előjáróban tudni róla? Ugye én elmondtam neked is, és senki nem hiszi el soha, de ezt ugye nem tudom bebizonyítani, nem hallgatom előre meg. Soha. Egyszerűen valahogy mindig kibírom, Rebeka is figyel rá, és nem szoktam meghallgatni. Mit kell tudni róla? Hát ez a Paradox album, ami most fog jönni, ez az igen, utolsó klip róla, 2 kiadtam klipbe, utána jönni fog a többi dal audióba. Az egész album egy másik oldalamról szól, mert ugye eddig ez a csajozás, bulizás, stb. Volt, és ez most az érzelmesebb oldalam, ami amúgy a hétköznapokban talán jobban dominál. Aha. Szóval ez most ennek a önmegvalósítása. Kicsit akkor ez ilyen mélyebb? Igen, abszolút. Talán az egyik legőszintébb dalom, igen. Mennyire nehéz egyébként előhozni ezt az életet, vagy megmutatni? Nekem az voltam, hogy nyilván, mert nem tudtam, hogy el fogják-e fogadni az emberek, illetve bíztam benne, hogy igen, de amúgy nagyon bejött nekik, úgy látszik, és ennek nagyon örülök, hogy ez is tetszik nekik. Meg hát, hogy nem feltétlenül azonos ugye az előző számaimmal, de hát attól függetlenül most emberek vagyunk ugyanúgy, és persze, nyilván nekem is van egy másik oldalam. De örülök, hogy ez így el lett fogadva, és most már így ezt is kamázzák, és mindkettő. De így már egyszerűbb, hogy már egy-egy ilyen dalkin van. De nehezebb megírni? Sokkal. Igen. A bulizósabb, lazabb izéket, azokat mindig így csettintésre megírom, ez meg mindig, nem mondom, hogy lassan írok ilyen téren szöveget, csak hát mindig nehezebb ezeket kicsit átadni így. Uh-huh. Szóval mennyi... nehezebb, igen, a válasz az, hogy nehezebb. És mennyi idő, kb. Ez például mennyi időt megírni? Nem sok amúgy esély, nem úgy vagy gyorsan írok szöveget, ilyen, nem tudom, egy ilyen 16-os verzét megírok fél óra alatt, sose nem tudom. De az ilyeneknél amúgy meg még gyorsabban amúgy, tényleg. Szóval ez, aki velem dolgozik. Egy ördög az milyen gyorsan születik meg? Nagyon. Nem mondom, 10-20 perc. Utána meg mindig az van, hogy verzét írok, bemegyek a stúdióba, ott meg a refrént, hogy teszek tudom hangomra, mit tudom én, és akkor ott azt kitapasztalgatom, hogy a refrén hogy hangozna jól, úgyhogy visszaadom, meg fel van véve. De aha, a verze, a rap az mindig amúgy nekem egy kis újba jött, áll a jó ígynek. Azt. Tehát amikor 20 perc alatt egy 10 millió slágert, ezt így... A csivász meg végképp, a csivászt azt úgy írtam, hogy nem írtam meg, mert már b***tam rá, már annyi zenét csináltam akkor, hogy be voltam sokkal, és ott írtam meg a stúdióban, ilyen izében, azt sült a legjobban, szóval... Ez általában így szokott, tehát a youtubereknél az van általában, hogy mikor azt hiszük, hogy nagyot fog menni valami, akkor nem, néha igen, de hogy amire nem számít, az a legjobb. Hát mindig. Itt is szerintem azért. Aha. Nálam azt mutatja ez a... Hát a múltam, hogy ez így van. Nagy de hát nem tudom, volt olyan, aminél számítottam, hogy jó lesz, és jó is lett, nyilván változó, de random jönnek a legnagyobbak. Nagyon kíváncsi vagyok. Na nézzük. Még nem láttam. Te is figyeltél rám, mi? Na figyelj. Sokan mondják azt, hogy jó az út, de én úgy érzem, eltévedtem. Volt már olyan, hogy énekeltél? Nem? Nem nagyon. Nem. De mindig az, hogy bárki leül ide mellém, valami olyan újat mutat a klip, pont az a klip, amit megnézek, hogy van benne valami új. Hát volt, meg próbálkoztam, itt is ezt próbálkozásnak nevezném, de talán ez a legnagyobb skálán mozgó éneklés, amit eddig produkáltam. Szívemben dúl a háború, még a dolgaimmal nem végeztem. Sokan mondják azt, hogy jó az út, de én úgy érzem, eltévedtem. Szívemben dúl a háború, még a dolgaimmal nem végeztem. Most nem vagyok jó, sokszor voltam már jobban. Próbálom megkeresni a nyugalmat a káoszban. Nekem ez sok, most idegenek az emberek. Ezer saját ide inkább cigizek, nem megyek. Sokszor undorodom attól, ahogy élek. Rengeteg hibát követek el, ha eljön a péntek. Fekszek az ágyba, felemészt a sok kétel. Hogy ez a sok pia a boldogsághoz miért kell? Aki közel volt már, már távol jár. Nem tudok bízni, mert túl sokat bántottál. Akár a drog fel se tűnik és rászoktál. Nem vettem észre, hogy a szívemmel játszottál. Hey, azóta keresem a lelkem. Igen, ez volt az, amit mindig tovább kellett görgessek TikTokon, hogy ne halljam, hogy milyen az új, mert igen, ez tele volt. Hány videót csináltak, azt nézted? Hát egy pár ezret biztos azért. Azt minden. Jó, még egy dalt is begyújtom a dekkem. Ma reggel megint rossz kedvűen keltem. Bár csak lehetne veled egyetlen percem. Sokan mondják azt, hogy jó az út, de én úgy érzem, eltévedtem. Szívembe dúl a háború. Úristen, nagyon jó! Köszönöm, bro. Örülök, hogy tetszik. Azt a kurva.
De ezt tudtad előre, hogy énekelni akarsz? Hát ez már mint, hogy így a karrierem elején vagy ennek a dal, vagy ennél a dalnál. Igen, amúgy megírtam a szöveget, és nem éreztem a refrént, aztán bementem a stúdióba, és ott így próbálkoztam vele, és ez így nagyon véletlenszerűen jött, de nagyon megtetszett amúgy őszintén, meg tényleg tükrözi a most a lelki világom, szóval nekem ez a dal így fontos. Aha. Még a dolgaimmal nem végeztem, sokan mondják azt, hogy jó az út, de én úgy két teló, ugye, mert egy a melónak, egy a csajoknak. Szívembe dúl a háború, még a dolgaimmal nem végeztem. Hey, úgy érzem, ezt az időszakot magam mögött hagynám. A kabátom, amit felvettem, lehet kicsit nagy rám. Körben nézek, hemzseg a sok patkány. Minden este meghalok, ilyen az én szakmám. A sok csalódástól már besokaltam. Hagyd még egy percet, hogy elmondtam. Info. Itt olyan másnapos voltam, hogy ez annyira hű a dalhoz, nem aludtam semmit, nagyon sok viszkit megittam, és úgy keltem fel reggel, hogy ilyen másnapos, mint itt, szerintem nagyon ritkán voltam. És itt, Kaja, kitöltitek ilyenkor a viszkit? És dehogy is, ájsztát ittam. Ne, tényleg. Persze. Úgy az, megettem a ropit, és öklendeztem, hanem, hogy viszkit, nem, az ájsztát sem tudtam meginni. Most megtudtátok, hogy ez az ájsztát. Ez zseni. Ezért kell itt üljetek mellettem, nem az, hogy végig bólogatom, mint régen csináltam. Tudjuk meg ezeket a részleteket. Hívom a telót, de elfoglaltam, hogy nem kell... Ott nem csak eljátszod azért. Nem, mert az élettől kivoltam. Neked már elfogadtam. Mindegy, mára meghallgat már más is. Berobban a cigi, a stúdió, a bázis. Kezdelek elengedni, ez már az a fázis. Majd lesz másik lány, aki a szarokon átvisz. Hey, éjszakánként keresem a lelkem. Írok még egy dalt, és begyújtom a dekkem. Ma reggel megint rossz kedvűen keltem. Bár csak lehetne veled egyetlen percem. Sokan mondják azt, hogy jó az út, de én úgy érzem, eltévedtem. Szívembe dúl a háború, még a dolgaimmal nem végeztem. Sokan mondják azt, hogy jó az út, de én úgy érzem, eltévedtem. Szívembe dúl a háború, még a dolgaimmal nem végeztem. Sokan mondják azt, hogy jó az út, de én úgy érzem, eltévedtem. Szívembe dúl a háború, még a dolgaimmal nem végeztem. Sokan mondják azt, hogy jó az út, de én úgy érzem, eltévedtem. Szívembe dúl a háború, még a dolgaimmal nem végeztem. Azt a rohadt. Azt sem tudom megint honnan kezdjem, ilyenkor nehéz azért összefoglalni a dolgokat. Nekem nagyon tetszik. És egyébként azt hallottam, tehát mondták mások, hogy teljesen más, mint amit ideig csináltál. És elképesztő, hogy... És ez is jól áll, basz. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy tetszik. Nagyon, nekem külön tetszik, hogy énekelsz benne, és amúgy nagyon jól áll. Szerintem. Köszönöm, láttad ezek a jó visszaigazdások, amit tartottam, hogy hát, hogy így... Nem tartottam, de hogy örülök, hogy így igen, érzel. Mert egyébként, hogyha belegondolsz, azért elértél valamit, és innen, hogyha véletlen kiraktál volna egy olyat, ahol bevállalod azt, hogy vagy nem veszed észre, vagy nem kapod meg azt a visszajelzést, hogy nem annyira jó, mert új dolgokkal próbálkoztam, mert azért nem megy mindenkinek minden, akkor azért a nagyot lehetett volna koppanni, tehát azért... Persze. Pont az ellenkező basszus. Tehát nem az van, hogy általában azért én legalábbis azt tapasztalom, hogyha valaki elkezd például rappelni énekesként, vagy ugye fordítva, mi most nálad, akkor olyan... Az besülés. Hát vagy középszerű. Vagy igen. Középszerű. De nálad pláne ez az egész refrén, meg ez... Köszönöm, abban a hangomat még van hova csiszolni, de hát így igyekszek autodidakta módon tanulni ezt, aztán reméljük még lehet ennél is jobb. Hát szerintem biztos. Figyelj, honnan kezdjük? Megtekintések. Mert ez engem meg szerintem nagyon sokakat érdekel, hogy mire vártál, és hogy elégedett vagy-e vele. Elégedett vagyok vele, hogy most 1,3 millió két hét alatt, szóval... Hát azért az nem rossz. Nem rossz. Volt már olyan dalban, ami 3 nap alatt lett millió, de ezekkel nem lehet mérni, mert az mondjuk előre volt nagyon szét TikTokozva, meg más jellegű dal, de én abszolút elégedett vagyok vele. Egyrészt szóló, másrészt nem volt annyira sokat promózva, harmadrészt ez tényleg egy olyan klip, hogy nincs benne fényűzés, csajozás, ez az életem, szóval, hogy mondjuk elmegyünk, bulizunk, kiszogatunk, otthon vagyok, a saját lakásomból van forgatva, a saját autómban ülök, nincs benne semmi
flex, nincs benne semmi olyan, ami nem én vagyok, igen, szóval hát ez tényleg a hétköznapjaimat tükrözi. Innentől kezdve itt most ez én vagyok, ez nem K. Kevin, ez Kövesi Kevin. És uh-huh. örülök, hogy ez is ennyit ért el, érted, hogy nem kell a csaj, nem kell autó, nem kell semmi, abszolút. Elég ez. És ehhez mérten elegedett vagyok vele. Azért nem kell, mert szóval rajvét trikóba. Igen. Azért nagy dolog egyébként az 1,2 millió, mert ilyen rövid idő alatt, mert ugye amikor kirak valaki egy bulis slágert, akkor azért azt minden szombaton pörgetik, mikor mennek be a fiatalok. Ez meg egy olyan, ami tényleg így kocsikázás közben is, vagy egyébként sokan bele tudják magukat képzelni az egészben, mert nem mindenki zenész, de van akinek totál más dolog jött egy új dolog az életébe, és úgy érzi, hogy nincsen minden rendben, nem tudja a dolgokat feldolgozni esetleg, mert nálad, hogyha most jól értelmeztem azért, olyan gyorsan jött minden, hát valamilyen szinten megértem, mert nálam is így volt anno. Én egy tinédzser koromban kerültem itt bele a dolgokba, és nehéz azért feldolgozni. Nehéz. Ugyanolyan nehéz a siker, mint a szar. Most ezt mondhatják az emberek, hogy nem. Viszel fel a hegyen egy hátizsákot, tök mindig egy 10 kilós gyémánt van benne, vagy kő, kurva nehéz. Ja. Szóval ez is nehéz. Hogy élted meg egyébként, csak röviden, mert ugye majd lesz a podcast, és oda is meg akarlak hívni, hogy így iszonyat gyorsan kerültél bele az egészbe, és lettél híres. Hullám vagy. Nagyon jó, nagyon magasan lehet lenni, fellépés, buli, szeretet, rájössz, hogy felületes, nagyon hullámzó. Most kezdem így feldolgozni, már tudatosan járok pszichológus, és stb. Szóval, hogy így... Ú, de jó, hogy ezt csinálod, mert nagyon sokan nem, azt hiszik, hogy nem is kell meg. Nem, hát az nem, szerintem ez nem ciki, nem azért járok, mert depressziós vagyok, hanem azért ne legyek. Röviden tömören azért ez kell, észnél kell lenni, el lehet szállni, buliba, piába, minden l***ba próbálok észnél lenni, és úgy érzem, hogy most sikerül kicsit, hogy beálljon, hogy nekem ez az életem, eddig meg csak így történt minden. Nagyon meglepett egyébként, hogy nyilván a legeleje az csak 10/10 gondolom, nyilván, mert úristen új dolog és nagyon szereted. Nagyon meglepett, amikor jött az első hullámvölgy, hogy mi a f***, hát minden rendben van. Meg. Ugyan? Meg hogy már túl minden rendben van, és azért nem voltam jó, hogy most igen, valaminek történnie kell, ez nem tartott erre a kézé. Azért vannak ilyen beégett társadalmi sémák, hogy felután le van, meg ott nehéz felfele menni, vagy stagnálni, igen, meg van elég sok példa erre. De ezekkel nehéz megküzdeni. Innen azért nagyot lehet zakózni, magasról lehet nagyot esni. Igen. Szóval ezek, de most már kezdem úgy érezni, hogy egyre stabilabb a helyem. Van bennem még sok, 1000 millió ilyen dalom van. Hány dalt szoktál írni amúgy? Sokat. Mennyi van a szekrényben? Jó sok mi? Hát egy 3 albumnyi, egy 30. Ja. És akkor random kiválogatod, hogy melyik lehet szerintem? Nagyon nehéz, hogy mit, mikor, milyen vibe, egyszer azt akarom. Nagyon sokat vacilálok ezeken, hogy mikor mi legyen. Nehéz, főleg mert ilyen sok van, most lenne 5, abból könnyű választani, de kurva sok van. És akkor úgy van, hogy általában most megvan mondjuk 30 dalod, azt jön valamilyen érzés, és akkor ugyanúgy írsz még egyet, azért már megjött az érzés, ki kell használni. Tegnap írtam 2 dalt, nekem az ilyen halál random, amúgy meg nagyon szeretek zenélni, szóval imádom. Sokan nézik, hogy YouTube-os alap, igen, azért kell YouTube-os alapokra írjak, mert nincs az a mennyiségű alap, amit a producerek kiküldnek, és nekem megfelel, és a vibe-omnak eleget tesz. Innentől kezdve muszáj YouTube-on nézelődjek, hogyha otthon vagyok, és akarok írni zenét, nem tudok hívni egy producer, mert nem persze. Amerikában vagyunk, hogy halló, dobd már most egy beatet, mert ilyen vibe-ba vagyok. Nem, fel kell nézzek YouTube-ra, onnantól kezdve meg mi van, YouTube-os beat. Igen, ezt láttam, az Ördögnél volt talán. Az, igen, ott, igen. Ott sérelmezte az, aki nem ért hozzá, hogy YouTube-os alap. De ez meg mindig szerintem, szóval egy előadónak nem veszt az értékéből, hogyha nem, tök mindegy, hogy egy producer küldi el az alapot, vagy egy producer föltette YouTube-ra észre, és megveszed az alapot. Igen. Neked a te, én nem mondtam sose, hogy producer vagyok, innentől kezdve én az értékemben ugyanúgy megtartja, hogy persze. YouTube-os alap, vagy nem. Klipnél mi volt a koncepció? Hogy jött az, hogy mi legyen? Úgyhogy nagyon egyszerű, szerettem volna. Igen. Azt szerettem volna, hogy minden tényleg hűen tükrözze az én hétköznapjaimat és az életemet, hogy itt ülök a kanapén, dalt írok, annyi egyem, hogy talán szoktam, nem füzetbe, régen írtam füzetbe, csak így nyilván egy kicsit így karakteresebb a dolog. Fekszek, cigizek, dalt írok, kim vagyok az erkélyen, elugrok ide-oda, lemegyünk kiszogatni. Szóval hogy ez volt a koncepció, hogy ez az legyen, ami én vagyok. Ami valójában. Igen. Nagyon cool. Viszont nem sikerült is, szeretem ezt a klipet, pedig nekem is tetszik, pedig ugye full, hát ugyan minimalista. Nagyon. Hát de ez... egy ilyen dalhoz nem is nagyon kell tenni. Nem. Tehát, hogy ez... Most ezt hova lehet, most ezt nem kell csicsázni, az vette volna az egész szépségét szerintem. A dal is egy tök egyszerű dob, minden, meg ez is tök egyszerű. Szerintem is.
Meg tök jó egyébként, hogy bevállaltok most, mert legalábbis én úgy emlékszem, hogy azért amikor tinédzser voltam, és az akkor éppen híres zenészek nem nagyon vállalták azt be, hogy nyilván a szerelem téren igen, hogy mi van a magánéletükben, de ilyeneket nem nagyon volt, mint Matyinak volt, nyilván az is szerelmi, de teljesen más, hogy ennyi év után bevállalta, ugye? Meg nálad is ez, hogy tök jó, hogy ilyet is csinálta. Igen, de jó, meg amúgy rossz érzés, szerintem így izélni ezt az énedet, hogy kialkulol az esztereotípia, te pedig tudod, hogy más belül milyen vagy, és ez tök rossz ezzel az ellentéttel élni, hogy ezt gondolják, de amúgy nem ilyen vagy, szóval ebből volt egyfajta bizonyítás is az emberek felé, hogy igen, olyan is vagyok, de ilyen is vagyok, szóval ne gondolják azt, hogy egy oldalon van, és egy paraszt hülye gyerek vagyok, aki kúrja őket. Átmegy szerinted az üzenet? Remélem. Szerintem igen, amúgy már nagyon sok jó visszajelzés volt, most voltak hosszú interjúk, ott is látták az emberek, hogy van egy ilyen oldalam, meg ezzel még jobban ráigazoltam, szóval most azt érzem amúgy, hogy aki akarta, az most kicsit megismerhette a valódi énemet, ami ez vagyok. Így tök jó. És ennek én örülök. Nem akarom, hogy így legyek. Persze van ez az énem, azért ez nem. Nem kamu volt az nem, a többi. Nem, kamu sose volt, csak hát... Kettős vagyok kicsit. Mit akartam még a végére kérdezni? A klipről egyébként, a dalról elmondtam a véleményem, nekem nagyon tetszik, meg az egész vibe-ja, szerintem pont jókor adtad ki, hogy jön a jó idő, meg ez tényleg olyan egyébként, mert ugye nektek ez is egy vívódás, több zenész barátommal beszéltem arról, hogy tényleg kell gondolkodni, hogy ez most egy téli sláger, persze, vagy nyári sláger, vagy mikor adjam ki, mert tényleg nem mindegy. Hát ez egy pont nyár előtt volt jó, azért igen. Mondjuk ezt egy nyári indítónak nem tenném ki, mert ez egy nagyon nem egy nyári, olyan nyári dal, hogy most hogy menjen egy bulba, meg ilyen. Ez még pont ez a kis recsegős, tavaszi, hidege időszakra jó volt, pulcs is, hosszúgatjás, most már annyira nem állna meg a helyét, most már ki kéne várni vele. Szóval igen, ez mindig, ez időszakos. A klip is nagyon tetszik egyébként. Tetszik, hogy mivel ugye pláne a téma a hétköznapok, meg hogy igazából hogy érsz te, hogy tényleg nincsen túlspilázva az egész. Így a jó, meg nincsenek ilyen plusz dolgok benne, mert... Nem is akartam. Olyan, mint hogyha egy picit így elveszítené, hogyha az benne lenne így a személy... És igen, nem. Értem, amit mondasz. Kocsit se akartam annyira beletenni, és nitro van benne, mert oké, hogy az enyém, de mégis nyilván ez egy valamilyen szintű flexelés, de viszont meg amúgy a hétköznapjaim része, hogy jövök, megyek és kocsival. Szóval az meg tökre nem ilyen felvágásból volt benne, csak hogy tényleg az is, hogy ülök a kocsiban, az is jelentős részét teszik ki a napomnak amúgy. Tök jó, nagyon személyes volt egyébként. Szerintem ez hozzájárul nagyba ahhoz, hogy a zenész és a rajongók között még nagyobb legyen az összetartás. Igen, az is. Mert azt látom viszont, hogy a bulikon nálatok tényleg nagy. Tehát nálad is az van, hogy pár zenész van szerintem jelenleg csak, aki a klubokat járja, akinél tényleg ott az összhang, mert nem mindegy az, hogy felmegy valaki és bulit csinál, vagy felmegy valaki és úgy csinál bulit, hogy tényleg látod azt a kapcsolatot a zenész és a rajongók között. Igen, imádom őket, nagyon nagy szeretettel fogadnak mindig, meg én is igyekszek, nem a pénzért menni, hanem tényleg, hogy tök mindegy 30 perc van kifizetve, ha úgy érzem, akkor 40 percet tudok. Most ez nem kell izélni, hogy ez 10 perc, hogy próbálok eleget tenni nekik, nem a szervezőknek, nem akárkinek, hanem aki ott áll velem szemben, és ezt szerintem értékeik megérzik. Az utolsó kérdés, és akkor remélem, hogy a podcastben hamarosan folytatjuk, hogy elkezdtél járni, pont beszéltük, amikor megérkeztél, hogy 25-30-at mész havonta, ami azért jó sok buli. Hogy azért voltak meredek helyzetek nálad is, tehát hogy tapasztaltad azt, hogy az itthoni közönségnek van egy része, aki nem szereti a zenédet, és csak azért is elmegy a bulira, hogy bedobáljon egy üveget, vagy bemutogasson? Hát igen, ez nehéz, az baj, nekem van egy heves vérmérsékletem, nem szerettem sose egy ányomba lenni, nyilván ezekre ugrok, de meg kell tanulni, hogy amúgy ezeknek az embereknek azzal az energiát, hogy eleget teszel, annak nem véletlen csinálja, azért áll ott, hogy mondjad neki, és akkor azt mondta se a verjainak, hogy próbálom ezt is ezen is dolgozni, pszichológussal is ezen is, hogy ne vegyem fel, de nehéz, szóval habitusomból tekintve nehéz, de most egyre jobban amúgy jobban kezdem, szóval nem ugrok rá, hanem azt mondom, hogy jól tudod, mint akkor a következő számon neked küldöm, érezd jól magad, barátom, és tedd el a kezed. Milyen gyakorisággal fordul elő? Havi egy? Amúgy azért fordul elő, onnantól kezdve kezdett el előfordulni, hogy egyszer erre reagáltam, kikerült YouTube-ra, és akkor gondolom, jött a bátorság mindenkinek, hogy na, akkor mi játsszuk el velem, és előtte nem volt. Volt, de hát most az ember ott van a színpadon, hév, stb. Így reagáltam ezt van. Szóval onnantól kezdve volt párszor, de hála Istennek amúgy azért nem ízén meg. Most eljönnek ilyen kis hülye gyerekek, és akkor így áll, amúgy hidegen vagy. Most már tényleg egyre jobban. Hát ja, meg ugye teljesen más azért, hogy azért nem lepődtem, amikor láttam videódat, hogy
visszaszóltál, mert azért tényleg, ahogy kiírtad a sztoriba, és akkor, hogy a Steng benned van, akkor ott azért másképp reagálsz. Persze. Olyan felfokozott állapotban vagy, akkor nagyon. Éppen, hogy nehéz megállni egyébként, de nehéz. Tök jó, hogy dolgozol rajta. Dolgozok fel, muszáj, nem szabad. Lerágnám a 10 körben folyton ezekkel foglalkozni. Tessé, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, nagyon jó lett. Én is köszönöm tényleg. Szépen. És leírásban lesz a link, és pörgessétek ezerre, mert tényleg nagyon jó lett. Let's go. Meg gyertek át Instára, kövessetek minket Facebookon. Mindenhol. Gyertek el a bulikra. Aha. Gyertek ide. Gyertek oda. Leírásban rakom az én címemet és a Kevin címet, és gyertek a lakásaink. Na szevasztok! Sziasztok!